2018 elején döntött úgy Báta székképviselőtestülete, hogy a rota és a bárányhimlő vírus elleni oltóanyagot minden rászoruló család számára térítésmentessé teszi. A kezdeményezés sikerrel járt, a házi orvosok visszajelzése alapján az átoltottság megfelelő volt. Sokkal kisebb a járványok kialakulásának veszélye Bátaszéken, ezért döntöttünk úgy, hogy folytatjuk 2019-ben is ezt a programot. Bárányhimlő tekintetében a 2016-ban született gyermekek oltását fogjuk 2019-ben elvégezni, illetve rotavírus esetében pedig természetesen a 2019-ben született újszülöttek, illetve a családtagjaik vehetik majd igénybe ezt a támogatást. 2019-ben 1 millió forintot biztosít az önkormányzat a program lebonyolításához. Ezzel próbál segíteni mindazokon, akik szociálisan rászorulnak. Mint ahogy segítségképpen nem emel adót sem a következő esztendőben. Természetesen minden forintra szükségünk volna, de a város úgy döntette, a városvezetés, hogy 2019-ben nem fogja emelni azokat a terheket, amelyek a város hatáskörében kerülnének megállapításra. Így áttekintettük a helyi adórendeletet is. Úgy ítéljük meg, hogy a teherbíró képesség akár a vállalkozók részéről, akár a lakosság részéről már azon a határon van, hogy nincs. Tehát nem szabad ezt tovább feszíteni, ezért adóemelés 2019-ben nem fog történni Bátaszék közigazgatási területén. Új adó nem bevezetését nem tervezzük. Áttekintettük a kegyeleti közszolgáltatáshoz tartozó díjakat. Ugye 2018 év elején történt egy árkorrekció, egy áremelés. Úgy ítéljük meg, hogy ez per pillanat fedezi azokat a költségeket, aminek a város köztemetőjének fenntartásához szükséges, így 2019-ben ezen a területen sem történik emelkedés. A lakásgazdálkodás területén 3 éves programot indított a város, melynek keretében 8-8%-kal növeli a lakbért. Ennek mértékén sem kívánt változtatni a testület. Elkészült Bátaszék környezeti állapotáról szóló beszámoló, mely részletezi a közműszolgáltatók, a vízelvezető árkok, a bel- és külterületi utak állapotát, illetőleg arról is szól, mit tudott ezeken a területeken elérni a város. Az, ami kimagaslóan jó, talán mondhatjuk a belterületi utaknak az állapotát, ugyanez a külterületi útjainkról már nem mondható el, és hát napirenden van a mai napig is a hulladék elszállításnak a problémaköre. Fejlesztés alá kerül a szennyvíztelep, köszönhetően annak, hogy a város teljes területén megépül a szennyvízhálózat. Itt azon kívül, hogy Báta településről is ugye a többlet szennyvíznek a tisztítását el fogja látni ez a telep, Bátaszék eddig csatornával nem ellátott részei kerülnek bekötésre a közműhálózatba, Kövesd, Lajvér, Gauzertelep, illetve az Orbán-hegyi út. Jelenleg 80%-os készültségben van a beruházás, várhatóan 2019 március végére készül el a teljes kivitelezés.